Sziasztok! Ez a videó a második újkori olimpiáról, az 1900-as párizsi játékokról fog szólni. Már a NOB 1894-es alakulóülésén megegyeztek arról, hogy 1900-ban Párizsban fogják rendezni az olimpiai játékokat. Ráadásul az olimpiai mozgalom atya, a francia Pierre de Coubertin báró azt szerette volna, ha ez az 1900-as párizsi olimpia lett volna az első az újkori olimpiai játékok közül. Azonban végül 1896-ban Athénban rendezték meg az első újkori olimpiát, így a második játékoknak adhatott otthont Párizs 1900-ban. Coubertinnek nagy tervei voltak ezzel az olimpiával. Az 1900-as párizsi világkiállítással akarta összekapcsolni, és ezért át is adta annak főszervezőjének, Alfred Picardnak az olimpia megszervezésének jogát. Coubertin báró úgy vélte, hogy ha összekötik a két eseményt, akkor több emberhez eljuthat majd az olimpiai eszme. Elképzelései alapján az ősi helyszíneket idézte volna meg az olimpia, és újjáépítették volna az ősi szobrokat, templomokat és stadionokat Párizsban. A párizsi világkiállítás főszervezője Alfred Picard azonban teljesen másképp gondolta, és elvetette Coubertin ötletét. Párizsi világkiállítás nyilvánvalóan ő fontosabbnak tartotta, csupán egy sportszervező bizottságot hozott létre az olimpia lebonyolítására, és figyelmen kívül hagyta Coubertin ötleteit. Az olimpiát végül 1900. május 14-e és október 28-a között szervezték meg Párizsban. Ez volt a leghosszabb ideig tartó olimpia az öt karikás játékok története során. Mivel a párizsi világkiállítás részeként szervezték meg az eseményeket, ezért nem volt sem nyitó, sem pedig záró ünnepsége az olimpiának. A két dátum, azaz első és az utolsó verseny időpontját jelölik. Azzal, hogy így elnyújtották az olimpia idejét, és a játékokat alárendelték a párizsi világkiállításnak, elég sok nehézséget okoztak a szervezők az olimpia történészek számára. Ugyanis csak nagyon nehezen lehatárolható így az esemény. Ráadásul, mivel a párizsi világkiállításban nem csak sportversenyeket rendeztek meg, így néhány versenyről kifejezetten nehéz eldönteni, hogy ténylegesen olimpiai versenyszám volt-e vagy sem. A játékokat nagyon sokszor nem is olimpiai játékokként hívták a tudósítók, hanem nemzetközi versenyeknek vagy párizsi bajnokságnak nevezték őket. Sok sportoló azt se tudta, hogy éppen az olimpián vett részt. Így jár többek között az amerikai Margaret Ives Abbott, aki a női golf versenyszám bajnoka lett. Ő egy chicagói művészet hallgatóként vett részt a párizsi női golfversenyen, amelyet megnyert, viszont egyáltalán nem tudta, hogy az olimpián szerepelt, és 1955-ben úgy halt meg, hogy nem tudta magáról, hogy ő az Egyesült Államok első női olimpiai bajnoka. Általánosságban elmondható, hogy a játékokat nagyon rosszul szervezték meg, és teljesen alárendelték a párizsi világkiállításnak. Így pont a fordítottja lett annak, amit Coubertin báró eredetileg elképzelt. Nem is véletlenül mondta azt az olimpiai mozgalom megálmodója a párizsi játékokról, hogy csoda, hogy az olimpiai mozgalom túlélte az ünnepet. Az előző athéni olimpiához képest a birkózás és a súlyemelés versenyszáma kikerült, míg 13 új sportágat beleraktak az olimpia műsorába. A játékokon összesen 1226 versenyző vett részt. Hivatalosan 26 nemzet küldött versenyzőt a játékokra, viszont 5 olyan állampolgár is szerepelt a játékokon, akiknek az országa hivatalosan nem küldött képviselőt a versenyre, viszont mégis részt vettek az olimpián. Ezek közül 2 kanadai állampolgárok voltak, akik egy-egy amerikai egyetem hallgatóiként kerültek a párizsi játékokra. Őket amerikaiaknak tartotta a közvélemény, de valójában kanadaiak voltak. Közülük George Orton meg is nyerte a 2500 méteres akadályfutás versenyszámát. De a maratonfutás bajnoka, Michel Tékáó is igazából luxemburgi állampolgár volt, mégis franciának hitték a szervezők, róla majd még később is beszélek. A játékokon hivatalosan 14, a valóságban 18 új nemzet vett részt. Argentína, Belgium, Csehország, Haiti, Hollandia, India, Irán, Kuba, Mexikó, Norvégia, Oroszország, Peru, Románia és Spanyolország először küldött versenyzőt a játékokra, míg Kanada, Luxemburg, Kolumbia és Új-Zéland hivatalos küldöttséget nem delegált, de volt olyan versenyző a játékokon, aki ezeknek az országoknak volt az állampolgára. Így közvetetten ők is részt vettek az eseményeken. A legtöbb embert a játékokra a házigazda franciák küldték, akik 720 versenyzőt indítottak el Párizsban. A második legnépesebb küldöttséget Nagy-Británia delegálta 102 versenyzővel, míg a harmadik Belgium 78 játékost indított el az olimpián.
A legeredményesebb küldöttség a francia volt, második helyen az USA, harmadik helyen pedig a britek végeztek a nem hivatalos éremtáblázaton. Érdekes, hogy itt feltűnik egy vegyes csapat nevű küldöttség is. Ők nem egy országot vagy egy csoportot képviseltek, hanem olyan olimpiai érmeseket jelölnek, akik csapatsportokban indultak, és a csapatukban volt más nemzetiségű versenyző is. Ez azért volt lehetséges, mivel akkoriban még nem volt szabályozva, hogy az olimpiai csapatokban csak azonos nemzetiségű versenyzők indulhatnak el. Így többször is előfordulhatott, hogy különböző nemzetiségű versenyzők vettek részt egy csapatban. Az így szerzett érmeket vegyes csapatként könyveli el az utókor. Ez az olimpia abból a szempontból különleges volt, hogy itt versenyezhettek először a női sportolók is. A svájci Hélène de Portalé lett az első olimpiai bajnok, aki a vitorlás csapatukban vett részt. Portalé győzelmét követően két hónappal később a brit teniszező Charlotte Cooper nyerte meg az első női egyéni olimpiai bajnoki címet. Ő később a tenisz páros versenyszámát is megnyerte. A szervezés több szempontból is rengeteg kivetnivalót hagyott maga után. Az olimpiai bajnokoknak nem adtak egységes díjat. Nagyon sok versenyző kupát vagy trófeát kapott győzelme után, nem pedig érmet. Más versenyzőket viszont érmekkel jutalmaztak. Az athéni olimpiával szemben itt már néhány győztest aranyéremmel jutalmaztak, azonban az itteni olimpiai érmek négyszögletes alakúak voltak, úgyhogy semmiképpen sem hasonlítottak a mai medálokhoz. Az is elég rossz volt az olimpiában, hogy nagyon elnyújtották a játékok hosszát, és úgy időzítették a szervezők a versenyeket, hogy a legfontosabb döntőket pont vasárnaponként rendezzék meg a különböző sportágakból. Ez nagyon sok amerikai sportolónak nem tetszett, akik főiskolai ösztöndíjjal érkeztek Párizsba, és főiskolájuk szigorúan megtiltotta nekik, hogy vasárnap részt vehessenek a versenyeken. Tehát nagyon sok főesélyes így nem is versenyezhetett a döntőkben. Így jár többek között Meyer Prinstein távolugró is, akit a Szirakúzai Egyetem illetékesei nem engedtek a döntőben versenyezni, mivel az vasárnapra volt kiírva. Mégis ő végzett a verseny második helyén a selejtezőben elért eredményével. Ezt az értéket csupán honfitársa Elvin Kreslein tudta túlugrani, aki részt vehetett a döntőben. Prinstein csalódottságában állítólag ököllel arcul ütötte riválisát. A pofon ellenére Kreslein nem csak távolugrásban, hanem 60 méteres síkfutásban, valamint 110 és 200 méteres gátfutásban is bajnok tudott lenni. Így összesen négy különböző egyéni atlétikai sportágban is bajnokságot nyert, amely a mai napig egyedülálló rekord. A maratonfutás szervezése is nagyon sok versenyző felháborodását váltotta ki. A pályát nagyon rosszul jelölték ki a szervezők, akik a régi városfal nyomvonalát szerették volna követni. Ezt azonban nem sikerült egyértelműen jelölniük, így a futók elég gyakran eltévedtek a verseny során. Ráadásul a pálya egyes részein autók, kerékpárosok, gyalogosok vagy éppen állatok közlekedtek, amelyek kifejezetten megnehezítették a versenyzők dolgát. Az amerikai Arthur Newton úgy lett ötödik, hogy állítása szerint más futó nem előzte meg a verseny alatt. Még durvább volt Richard Grantnak az esete, aki azt mondta, hogy amíg az élen haladt, futása közben elgázolta egy kerékpáros, és ezért esett vissza. A versenyt végül Michel Tiaton nyerte meg, akit a franciák nagyon ünnepeltek, hiszen azt hitték, hogy egy francia futónak szurkolhatnak. A győzelme után le is játszották a Marseillaise-t, ami a francia himnusz. Azonban a modern kutatások kimutatták, hogy Tiaton Luxemburgban született, és egész életében luxemburginak vallotta magát, így jelenleg is őt tekintjük Luxemburg első olimpiai bajnokának. A különböző számokban is történtek elég furcsa események. Ez volt az egyetlen olimpia például, ahol élő galambokat használtak a sportlövészet során. Az ötkarikás játékok során ezen az olimpián szerepelt először és utoljára többek között a baszkpelota és a kroket sportága is. A baszkpelotának különösen is röhelyes volt a lebonyolítása, hiszen csak két csapat nevezett a játékokra, egy spanyol és egy francia. Azonban a verseny kezdete előtt a francia csapat váratlanul visszalépett, így a spanyolok játék nélkül nyerték meg országuk első olimpiai aranyérmét. A kroket tornát kétséges, hogy mennyire tekinthetjük hivatalosan is az olimpia részének, hiszen a versenyben csak francia sportolók vettek részt. Azért kaphatott mégis olimpiai státuszt, mivel az egyik játékos név szerint Marcel Hetjens flamand neve miatt belgának hitték a szervezők. Azonban mára kiderült róla is, hogy francia állampolgár volt. Minden esetre a kroket sportág így bekerült az olimpiai játékok közé, és elmondhatja magáról azt a tényt is, hogy nők először ebben a versenyszámban indulhattak az ötkarikás játékokon.
Összesen 10 versenyző mérte össze tudását kroketben, ezek közül 7 férfi és 3 nő volt. A játék nem igazán váltott ki nagy érdeklődést, hiszen mindössze egyetlen fizető néző, egy idős angol úriember vett részt az eseményen. Most nézzük meg a magyar csapat olimpiai szereplését. A magyarok összesen 17 versenyzőt küldtek ki az olimpiára. Ők 1 arany, 2 ezüst és 2 bronzérmet szereztek. Így a magyar csapat a nem hivatalos éremtáblázat 12. helyén zárt. Azonban, ha nem számítjuk a több országot is magába foglaló vegyes csapat eredményeit, akkor elmondhatjuk, hogy a magyar volt a 11. legeredményesebb nemzet. A magyarok összesen 4 sportágban vettek részt. Ez a 4 sportág az atlétika, a torna, az úszás és a vívás volt. Atlétikában 2 érmet, úszásban 3 érmet szereztek a sportolók. Gönczi Lajos 3. helyen végzett magasugrásban. Halmai Zoltán úszó nagyon eredményes olimpiát tudhatott maga mögött, hiszen 1000 méter gyorsúszásban bronz, míg 200 és 4000 méter gyorsúszásban ezüstérmet szerzett. Így a magyar csapat Párizsban megszerzett érmeinek több mint a felét ő szerezte. Az egyetlen aranyérmesünk Bauer Rudolf diszkoszvető volt. Ő az egyetlen nem amerikai atléta, aki az olimpián nyerni tudott Párizsban. A szervezők véletlenül neki is kezdetben az amerikai himnuszt kezdték el játszani, de aztán gyorsan jelezték nekik, hogy váltsanak át a magyarra. Július 15-én volt a versenye, ahol 36,04 méterre hajította a diszkoszt, amellyel olimpiai csúcsot ért el. Egy technikai újítás is fűződik a nevéhez, mivel ő volt az, aki először is a ma használt fordulásos diszkoszvetéses mozgást találta ki és alkalmazta. Az olimpia után azonban soha többé nem állt versenyhez diszkoszvetésben, pedig egy ennél is ígéretesebb pályafutása lehetett volna a magyar sportolónak. Ez volt az 1900-as Párizsi olimpiát bemutató videó. Ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára!